Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a horgony. Jelentheti azt, hogy nálad le tud horgonyozni, és az az ő kívánsága vagy terve, hogy legyen egy tartós, stabil párkapcsolat. Itt látható a kutya, jelenthet házi állatokat is természetesen, vagy jelenti a hűséget, hogy ott marad hűségesen melletted. Amit a horgony még jelenthet, ez a munkahely, a hivatása, és itt láthatóak a barátságok, tehát jól érzi magát a munkahelyén, és veled kapcsolatban azt fogja közölni, hogy nálad le tud horgonyozni, és ott marad hűségesen melletted. Milyenek az érzelmei? Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt az ő érzelmi világában. És itt a medve jelenti az erőt, hogy te adsz erőt számára. Ez a szeretet, ez a szerelem erősíti őt. Ez az erő lehet a belső erő is, hogy úgy érzi, hogy mennyire erős vagy, meg megvan a hited, de nála is megvan ez a hit, hiszen tudja azt, hogy nálad le tud horgonyozni, megvan a hite, megvan a hűség, hogy ott marad melletted. És mit fog tenni? A torony jelenthet korlátozásokat, de ezek a korlátozások elmúlnak, hiszen itt látható a koporsó, ami lezárja ezeket a dolgokat. A koporsó jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet, különösen, ha itt együtt a toronnyal jelenik meg. Tehát vagy elmúlnak a korlátozások, vagy van egy bírósági ügy, egy örökösödési ügy. És mi köt össze benneteket? A virágcsokor. A te szépséged, a te nőiességed, egy szép környezet, egy meglepetés, egy ajándék. Gyönyörűek az érzelmek és a tervek. A nehézségek elmúlnak, tehát megbízhatsz benne. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!